Nem viszonylag nagyon ez a tér. Nem. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy amerikai barangolás részt hoztam, mégpedig ma Trinidad és Tobagóba fogunk ellátogatni, és egy olyan könyvvel, ami mitológia alapú. Én nagyon szeretem a mitológia alapú könyveket. Lásd Percy Jackson és minden a Mirik Riordan, lásd mondjuk a Medve és a Csalogány sorozat, és ez a könyv is, illetőleg trilógia, amiről ma fogok egy kicsit beszélni, ez is mitológia alapú, trinidadi mitológia alapú, mivel hogy az írónője Tracy Baptist trinidadi nemzetiségű szerző, és a könyv, amit tőle olvastam, az nem más volt, mint a The Jambies, illetőleg ennek a könyvnek a két folytatása, a The Rise of the Jambies és a The Jambigeld's Revenge. Ezek a könyvek jelenleg nincsenek lefordítva magyarra, tehát én is angolul olvastam őket. Hát ez befénylik a Kindle-om, úgyhogy én majd inkább ide oldalra bevágom a borítókat, mert egyébként nagyon-nagyon szép borítói vannak ennek a trilógiának. Szóval első, amit érdemes lenne itt lebeszélni, mik azok a jambik? A jambik azok ilyen hát mitológiai lények, mesebeli lények, mondhatni. Különböző tulajdonságúak, különböző dolgokat tesznek. Leginkább az emberek félnek tőlük, tehát ilyen kis gonosz manó lényeknek tudom leginkább leírni őket, nem kifejezetten manó kinézetűek ettől függetlenül. Tehát van olyan például, amilyen hatalmas kutya formájú és láncokat húz maga után. Nagyon sokféle van. Alapvetően a könyvben az írónő írta is az első rész végén, hogy nem minden jambi, ami szerepel a könyvben, létezik valóságban is, már mint úgy, mint az ő legendáikban, mert néhányat át is alakított, néhányat pedig ő talált ki. Szóval nem teljesen valósághű a jambi ábrázolása. És hát a történetünk igazából az, hogy egy Corinne nevű kislányt követünk főként, aki elveszítette az édesanyját és az édesapjával él, és hát narancsfákat nevelget. Aztán jön a bonyodalom, hogy egy nap bemegy a falu melletti nagy mahagóni erdőbe, és onnan kijön egy jambi. Nem tudom, mennyire spoileres azt mondani, hogy az a jambi, ami őt kikövette az erdőből, az igazából az édesanyjának a testvére. Mint hogy az édesanyja is egy jambi volt. Ez szerintem nagyjából elég hamar kiderült, de azért majd ki fogom tenni a spoiler jelzetet ide. A lényeg az, hogy egészen eddig a pontig Corinne azt hiszi, egészen addig, amíg ki nem csalogat egy jambit az erdőből, ő azt hiszi, hogy a jambik azok csak ilyen olyan történetek, amivel a gyerekeket riogatják, amíg szemtől szemben nem találja magát egy jambival. És igazából ez indítja el a három résznek a történéseit. Először ez az egy jambi lesz igazából nagyon benne, aki ezt az egészet elindította és követte a Corinne kifelé. A második részben és a harmadikban ott már kicsit más felé evezünk el, és amiről én igazából első könyv után azt hittem, hogy a fő történetvonalat száll lesz, az nem teljesen úgy alakult. Nyilván ez rendben van így, mert én gondoltam valamit, hogy kb. Hogy lesz, nem úgy lett, de nem én írtam a könyvet. Felfedezik, hogy igen, a jambik léteznek, közben Corinne barátokat talál magának, és felfedezik ezt az egész másik világot, ami gyakorlatilag eddig az emberek számára csak egy mese volt, de most már nem az. És úgy akartam videót készíteni erről a könyvről, hogy elolvasom a második és harmadik részt, mert a Jambiesről, az első részről már beszéltem márciusban, úgyhogy a márciusi összegzésemben, és most jött el az ideje annak, hogy befejeztem a második és harmadik részt. Az elsőt e-könyvben olvastam, a második kettőt scripten hallgattam ki hangoskönyvben. Na most a hangos könyvezésnek nálam lehet van egy olyan pici hátránya, hogy néha nem figyelek. Néha elkalandoznak a gondolataim, és elvesztem a fonalat, és lusta vagyok visszatekerni x mennyiségű időt, ami kiesett. Emiatt lehet, hogy a második két rész kevésbé tetszett, egyébként az első egy sima ötcsillagos könyv lett nekem, mert igazából nem találtam benne semmi kivetnivalót, úgyhogy megadtam neki az ötcsillagot. A második és a harmadik rész az négycsillagos lett ilyen szempontból, mert ott mondom, lehet a hangos könyv miatt, lehet más miatt, lehet tényleg a sztorit éreztem konkrétan gyengébbnek,
azok gyengébbek voltak. Több irányba elmentünk ezeken a jambi vonalokon, és igazából kicsit többször volt az az érzésem a folytatásoknál, hogy minden három rész igazából egy epizód, és a főszereplőkön kívül nagyon nem fűzi őket össze semmi, meg azon az egy jambin, aki a bonyodalmakat kezdi el az első részben, mert ő az még, aki benne van mind a három részben végig. De igazából egy szórakoztató kis iskolás könyv volt. Nem tudom, hogy mondani. Middle grade a besorolása, tehát gyerekkönyv. A 8-12 éves korosztályos gyerekkönyv, azt hiszem úgy van. Szóval middle grade. Én nagyon szeretem a middle grade könyveket, és ezt a sorozatot is nagyon élveztem. Érdekes volt látni egy olyan kultúrát, amiből alapvetően én nem látok sokat. A legtöbb könyvben ugye nem ezek vannak, amiket én olvasok. Meg szerintem alapból is nehezebb találni mondjuk trinidadi szerzőt. Szóval igen, ilyen szempontból nagyon érdekes volt, mert hát ugye minden, igazából gyakorlatilag szerintem minden kultúrának van valamiféle ilyen mitológiai, a legendái, ilyesmi, amikből lehet így könyvet írni, de nem tudom, miért magam mögé mutogatok, mert itt van a Kindle-om. Nem biztos, hogy ez a kamera beállítás egyébként sikerült most, de majd még gyakorlom. Nem tudom pontosan, hogy így, hogy sarokpolc van, hogyan kéne beállítani a kamerát. Összességében ez a Jambis sorozat egy élvezhető gyerekkönyv sorozat volt. Tényleg nekem a legelső rész tetszett a legjobban, de a harmadik rész végére szép kerek lett a történet igazából, és a harmadik rész végére megjött az a végződés, amiért három könyvön keresztül igazából dolgoztunk. Én kicsit úgy érzem, hogy lehetne valahova folytatni tovább a könyveket, bármint, hogy így volt egy-két ajtó nyitva hagyva, ha bár a főbb részeket lezártuk. Tehát, hogyha az írónő úgy gondolná, hogy akarná folytatni, akkor lehetne hol folytatni, de igazából le van zárva. És akkor ez volt a Barangolás Amerikában második része, és szerintem nagyon-nagyon hamarosan fogok még egy részt. Már van két könyvem ugyanattól az írónőtől egy harmadik amerikai országhoz, úgyhogy szerintem belátható időn belül majd azzal is jövök, addig meg majd még jönnek európai barangolások és egyéb videók. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!